Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az ECG-i tesztek. A mai videóban egy varivoltos, varivattos prémium kategóriás készülékkel fogunk megismerkedni. A Svoemesto Samovar V3-as készülékével nézzük meg közelebbről, mi van benne és mit tud. Tehát nézzük akkor, hogy mit tartalmaz a Samovar V3 készüléke. Először is egy gyönyörű díszdoboz. Majd a díszdobozban találhatunk egy számomra sajnos semmiképpen nem használható német nyelvű leírást, viszont gyönyörűen képekkel illusztrálva mutatják be, hogy épül fel ez a moduláris varivolt varivat készülék, de németül sajnos nem tudok, úgyhogy ezt is félretesszük. Itt van a védő csomagolásban maga a készülék. Nézzük meg közelebbről. Haladjunk fentről lefelé, és szedjük is szét. Első, amivel találkozhatunk, az a szabvány 5-10 csatlakozója, ami gyönyörű koronabemarásokkal van ellátva a külső és a belső palást rész tetején is, illetve látjuk, hogyha esetleg nekünk olyan kazánt tekerünk rá, ami középen alul levegőzik, akkor ott a bemarás miatt ez is el fogja tudni látni a feladatát, illetve itt ezt a középső részt tekerve tudjuk beállítani a kazánunknak megfelelő magasságát a középérintkezőnek. Következő rész az maga az elektronika. Ilyen pici az egész, ez egy nivel chippel szerelt elektronika, és itt az egyik oldalán láthatjuk a kijelzőt, másik oldalán az elsütő billentyűt, itt van az előzőleg szétszerelt 5-10, illetve majd egy másik csatlakozást bemutatok, annak az érintkezője, erről ennyit lehet összesen tudni. A következő rész az maga a cső, ami alapértelmezés szerint 18650-es akkumulátor befogadására alkalmas, tehát ez a méret. Egyébként, ha szeretnénk, akkor a shopból vásárolhatunk, mellé is rakom. Ez a 18500-as, és hogyha egészen pici akkuval szeretnénk, akkor itt van a 18350-es hüvely. Ezeket bármikor tudjuk cserélni a készüléken. Ami még fontos, az ez a lezáró elem. Itt nem rugóval van megoldva az akkumulátor érintkezése, hanem ez a középső rész bordázva van, és szépen kézzel tudjuk a mi akkumulátorunknak megfelelő magasságra beállítani. Amit még láthatunk, azok itt összesen 2-4-6 gázelvezető furat, illetve itt a oldalán is szépen látszik, méretes, úgyhogy ha ki akar törni a gáz, akkor itt ki is fog tudni. Szereljük össze. Kész is vagyunk, nem volt egy nagy ördöngösség. Ez így ebben a formában és kiépítésben 22 mm széles, tehát az a megszokott, és a hossza pedig 131 mm, a 18650-nel természetesen. Nézzük meg akkor, hogy tud ez működni, viszont ahhoz, hogy megnézzük, hogy tud működni, szeretném, hogyha egy másik kis kiegészítőt is megnéznétek hozzá, az pedig nem más, mint ez a hibrid kollektor tank. Ez direkt
Kaifun 3.1-hez van kialakítva. Nézzük meg, hogy ezt hogy lehet összeszerelni. Alapértelmezésben ugye a Kaifunk is, ami itt van, ezzel a kollektor tankkal érkezik. Most ez ki van csavarva, nem fogom visszatekerni bele. Nézzük meg közelebbről. Tehát ez az 5-10 csatlakozó a kollektor tankkal. Ezt letekerjük. És vigyázzunk arra, hogy a csavart ne hagyjuk el. És ezt a kis hibrid kollektor tankot rátekerjük. És a közepén található kis bordázott csavar segítségével rögzítjük. Ha ez megvan, akkor ezt az 5-10 csatlakozót letekerjük a készülékünkről. Félre is tesszük. És így ezzel a kiépítéssel összeszereljük. Szerintem így sokkal impozánsabb a történet, és nagyon egybenlevőnek mutatja magát. Mivel üresen érkezik, ezért most fogunk egy aksit, 18650-es cellát, ezt belehelyezzük természetesen polaritásra ügyelve, és visszatekerjük. Ismerkedjünk meg a menürendszerével. Az offline menüje hogy néz ki? Az offline menü a következőképpen. Megnyomjuk 6-szor egymás után. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiírja, hogy SP. Ez a set power, és ilyenkor 2/10 lépésenként tudunk fölmenni egész 10-ig, 10 után pedig fél wattos lépésenként tudunk fölmenni. És utána, ha elértük a 15-öt, akkor természetesen kezdjük újra a 3-tól. Most ezt én visszaállítom mondjuk 8,6-ra. Hogyha nem a teljesítményt szeretnénk állítani, hanem vari volt üzemmódban szeretnénk használni, akkor 7 klikkel tudjuk megnézni és beállítani a feszültségértéket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. SU mint set volt, kiírja, hogy 3, és itt szépen tudjuk a lépéseket szabályozni. Illetve nem a lépéseket, hanem a feszültségértéket. Hogyha szeretnénk megnézni, hogy maga a rátekert kazánunk ellenállása milyen értékkel bír, akkor 8 klikkel kikapcsolt állapotban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, RA, és ki is írja 1,1 ohm. Hogyha azt szeretnénk megtekinteni, hogy a cella feszültségünk mennyi, akkor azt megnyomjuk 9-szer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, UB, kiírja, hogy 4,1, és ha a kijelzőnknek a fényerősségét szeretnénk beállítani, ezt is meg tudjuk tenni a készüléknél, ezt 10 gomnyomással tudjuk elérni, és az SD feliratot kell látnunk majd, 5 fokozat lesz, nézzük meg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 SD, 4, legfényesebb az 5, 3, 4, 5, 1, 2, az 1 meg a 2 nem is nagyon látszik. Visszaállítom 3-asra, ez így nekem jó lesz. A 11 klikkel meg tudjuk határozni,
hogy a gomb vagy a kijelző közül melyik szeretnénk, hogy világítson használat közben. Nézzük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, SL. Most csak a gombunk világít. 12 klikkel a gőzölési időtartamot tudjuk kijelezni, méghozzá úgy, hogy először az órát jeleníti meg, másodszorra a percet. Ez a következőképpen néz ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 0 óra, 3 perc. Ennyit gőzöltem én. Ha megnyomom még egyszer, akkor a CL-t írja ki, és akkor nullázza az értéket. Nézzük meg újra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 0. És most jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 0, 0. A következő 13 kliknél az offline menüben a firmware verzió számát jelzi ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1.8. Nézzük meg az online menüjét. Három rövid gombnyomással be tudjuk kapcsolni. 1, 2, 3. Kiírja, hogy on. És kiírja, hogy 8,4 wattra van beállítva. Hogyha innentől ráizzítunk, akkor pedig ezekkel a kis ledekkel jelzi ki, hogy éppen hogy van töltve az akkumulátorunk. Hogyha ezt látjuk, akkor az a 100%-os töltöttséget jelzi. Hogyha az elsőnek csak a felső és az alsó digitje világít, akkor 75%. Hogyha csak a második szegmensnek világít a, tehát ez a jobb oldali rész világít, most kikapcsoltam véletlenül, és kiírja, hogy mennyit pöfékeltem. 1, 2, 3. Még mindig annyi. Tehát itt, hogyha csak az utolsó digit világít, akkor az azt jelenti, hogy 50%-os a töltöttségünk. Hogyha pedig az utolsó, tehát a második digitnek csak a függőleges pálcikája világít, akkor az azt jelenti, hogy 25%-on van a töltöttségünk. Hogyha lemerül teljesen a cellánk, akkor a LED 5 villanással jelzi nekünk, hogy akkor ennyi volt és nincs több benne. Hogyha kikapcsoljuk, amit az előbb is mutattam, 1, 2, 3, kikapcsoljuk, és akkor láthatjuk, hogy mennyit pöfékeltünk az utolsó nullázás óta. Az online menüben egyébként 1, 2, 3, bekapcsolom, összesen 4 pontos menünk van az előző, nem is tudom, SP, SU, RA, UB, SD, SL, HFR, a 8-hoz képest. Nézzük ezeket. 4 klikkel, 1, 2, 3, 4. Itt tudjuk csökkenteni a teljesítmény értékünket. Teljesítményt vagy a feszültséget az 5 klikkes 1, 2, 3, 4, 5 appal tudjuk előhozni, most 8,4, azt nem piszkálom el. A következő, az itt is meg tudjuk online módban nézni, hogy mennyi az ellenállás a kazánunknak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 RA, 1,1 ohm. A következő pedig a cellafeszültség kijelzése 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, UB, 4,1. Megnyomjuk a gombot, és akkor megmutatja, hogy terhelés alatti feszültség mennyi, az itt 3,9 volt. A hibakódok, azokkal nagyon jó tisztában lenni. Az E1-es hibakódnál, ha kiírja, akkor túl alacsony a porlasztó ellenállása, 1 ohm alá nem tudunk menni vele. Hogyha E2-t látunk,
akkor ez azt jelenti, hogy a beállított teljesítmény vagy feszültségérték túl magas a porlasztónk ellenállásához. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a 3-3,5 amper korlátot elértük. Ha E3-at látunk, akkor az, hát a leírás szerint nincs megfelelő kontakt a készülék és a porlasztó között, de a gyakorlatban azt is láttuk már, hogy akkor kapjuk ezt, hogyha túl alacsony a teljesítmény vagy a feszültségérték a kazánunkhoz. Az E4-es hibakód azt mutatja nekünk, hogy túlmelegedett a készülék elektronikája, illetve van még egy, az E5-ös, az pedig azt mondja, hogy az a teljesítmény vagy feszültségérték, amit mi beállítottunk, azt nem tudja biztosítani, mert le van merülve, vagy rossz minőségű a cellánk, vagy a kontaktjaink, az érintkezéseink, a meneteink elpiszkolódtak, ugye ez is teljesítményvesztést okoz, érdemes ezeket átvizsgálni használat előtt, illetve rendszeres időközönként megtakarítani. Nézzük akkor, hogy dolgozik ez a készség. Hiba nincs benne, és nagyon szép. Ezzel a Kaifunnal ez a szemovár baromi jól néz ki. Megnézem azért, hogy mutat egy másik némettel, mert ugye maga a készülék ugye orosz fejlesztés, de Németországban készül. Na, hát egy milliméterrel szélesebb a történet, mint maga a mod, de nagyon szépek így együtt. Tehát amit érdemes tudni, a vari volt üzemmódban 3 és 6 volt között lehet 1/10 voltos lépésekben, illetve vari watt üzemmódban 3 és 10 watt között 2/10 voltos lépésekben, 10 és 15 watt között pedig fél voltos lépésekben lehet állítani ezt a készüléket. DC-DC vezérléssel működik, illetve a akkumulátort tekintve bármilyen 18650-es, tehát a lapos és a button top is belefér védelem nélküli cellával természetesen, hiszen az alján szépen be tudjuk finoman hangolni, hogy a megfelelő aksi méret pont passzentos legyen benne. Azt viszont szerintem meg se próbáljátok, hát nem szerintem, a gyártó szerint sem, hogy a 18650-es hüvelybe beleraktok két 18350-eset, mert az elektronika sem szereti, illetve Én sem. Meg tönkre is mehet tőle. A készülék teste rozsdamentes acél, és rendelkezik 3, illetve 3,5 amper áramkorláttal, illetve, hogy megvédje a porlasztónkat, 15 másodperc izzítási limittel rendelkezik. Akinek ennyi nem elég, hogy slukkoljon 2-3-at, az pihentesse kicsit. Maga az elektronika egészen 1 ohmig enged lemenni minket a kazán ellenállással. Visszatekerem rá a Kaifunt, hát mégis az a saját gyereke, és azzal tökéletes a szimbiózis. Hát nem lehet vele betelni, nagyon szép. És szépen látszik is, hogy éppen az aksink hol áll. Nagyon jó, hogy ha kivesszük az aksit, mert mondjuk cserélünk, várunk egy picit,
visszarakjuk. És ugye 8,4 wattra volt beállítva, most 1, 2, 3, 4. És ugyanúgy 8,4 watt, megjegyzi a feszültség és a teljesítmény értéket is. Állítható az akunak az alsó részén az érintkező, állítható a középérintkező az 5-10-es csatlakozásban is. Megvásárolható külön hozzá 18-350, 18-500-as cső is, és akkor a készülék leredukálható egészen picire is. Ugye hát az ellenállásmérés az alap, varivattos készülék kijelzi, ami nagyon tetszik, hogy kijelzi magát a cellafeszültséget, illetve a terhelés alatti feszültséget is, és hogy lehet állítani a kijelzőnek a fényerejét attól függően, hogy nekünk mi a komfortos és a szimpatikus. Amit mondtam az előbb, hogy a hibakódoknál van egy ilyen, hogy túlhevülés elleni védelem. Ez azt jelenti, hogy az elektronika figyeli a hőmérsékletet, és hogyha 60 fok fölé melegedne, mert annyit pöfékelünk, akkor 60 foknál letilt az elektronika, és amíg vissza nem hűl ez alá, addig nem tudjuk használni. Jöjjön a verdikt! Csak még szívok. Lehet olvasni, hogy ilyen hibája van, meg olyan hibája van, meg néha beragad a gomb, meg elektronikai problémái vannak. Jó, hogy nálam nincsen fél éve a készülék, és tényleg csak rövid időm volt, hogy teszteljem. Ez a egy-másfél hét erre volt elég. Én azt mondom, hogy ez pariba rakva a Provárival mind a kettő nagyon jó készülék. Mind a kettő prémium kategóriás, ebben viszont nagyon tetszik, hogy állítható teljesítmény szinttel is rendelkezik, és van neki saját kazánja, jelen esetben mondjuk ez a Typhoon 3.1, és ezzel valami olyan tökéletes összhangot képez, hogy elképzelni nem lehet szebbet, nem lehet vele betelni. Azt mondom, az elektronikája bolond biztos, nagyon jól variálható, mind az akkuméretekkel, mind a kollektortankkal lehet játszani. Rátekerhetünk más kazánt is, de ezzel az igazi, hát azért valljuk be, hogy olyan, mintha egy akuból szívnánk a löttyöt, és gyönyörű. A kijelzője az egyszerű, a menürendszere az egy kis megszokást igényel, mert el lehet azért veszni ott benne, hogy online, offline, merre, hány méter, de nincs vele különösebb gond, szerintem egy hét alatt bőven meg lehet tanulni ezt a történetet. Nézzük akkor pro és kontra. Kontra. A menürendszere, amit az előbb említettem, egy picit bonyolult, nem tudom, hogy miért kellett online meg offline menüt csinálni, szerintem elég lett volna egy is. Pro. A kidolgozása nem hagy kívánni valót maga után. Gyönyörű a finiselése, a gombja nagyon kényelmes, nem tudnám eldönteni, ez sima, vagy egy picit homorú, nagyon jól kézre áll. Ezzel a kis kiegészítővel az 5-10 helyére betekerve a saját kazánjai, minthogyha szijámi ikrek lennének, úgy össze vannak vele nőve, gyönyörű nagy gázelvezető furalai vannak, és dizájnosan is van megcsinálva, szép. Ennyi.
A többi az mind csak preferencia kérdése, hogy valakinek az pró, hogy állítani lehet a kijelzőjén, akár még a kijelző fényerősségét is. Tehát ezek az apró nyuansznyi dolgok. Ha nem riaszt el senkit mondjuk az ára, ami jelen pillanatban picivel 50 ezer forint fölött van, és ha hozzáveszünk még mondjuk egy Kaifun kazánt, akkor azért, meg az kiegészítőkkel azért be tudunk verni a 100 000-es kategóriába, de ezt az ember nem azért veszi, mert az árát nézi, hanem azért, mert szeret egy ilyen minőségi darabot kézben tartani, vagy azért, mert gyűjtő, vagy azért, mert megteheti. Aki megteheti, vegye, szerintem nagyon jó választás, és méltó társa a provárinak, attól függetlenül, hogy ő nem tud mondjuk teljesítményt állítani. Ezek egy ligában játszanak. Nálam pedig ez a ha lesz pénzem, kell ilyen kategória. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!